Orvosát. Üdvözlök mindenkit! Ez egy kicsit különlegesebb videó lesz, de nem várt komment cunami érkezett itt a vitézis dolog kapcsán, hiszen ugye én készítettem vele egy interjút, és annak a kapcsán, hogy ugye abban az interjúban is beszéltünk arról, hogy esetleg a Fidesz embere és hogy visszalépe Szentkirály Alexandra javára, akkor ugye ezt nagyon tartotta, hogy ez biztosan nem lesz így, nincs ilyen forgatókönyv. Mégis megtörtént, és ugye ezzel kapcsolatban kérdeztetek engem, hogy akkor most a Dávidra szavazok-e. Most itt vagyunk vasárnap, mire kimegy, még van pár órátok úgymond elmenni szavazni. Én egy dolgot tudok javasolni, hogy menjetek el. Tehát az egy dolog, hogy kire teszitek le az X-et, azt majd ti eldöntitek. Ettől függetlenül, mivel én elég nyíltan szoktam ezeket a dolgaimat vállalni, elmondom, hogy én hogyan döntök, de egyelőre gyertek, menjünk, dobjuk le azt azért X-et. Tulajdonképpen akkor meg is válaszoltam ezzel a két kis képkockával. Természetesen Dávidra szavaztam, mind a főpolgármesteri jelöltségében, mind pedig a listán Dávidra szavaztam. Úgyhogy jöhetnek a kritikák nyilván, én ezt teljes mértékben felvállalom, én őszinte leszek, hogyha a munkáspárt színeiben indult volna a Dávid, én akkor is a Dávidra szavazom, mert én egy embert látok, egy nagyon jó szakmai embert látok benne, és szerintem ennek a fővárosnak egy olyan emberre van szüksége, mint a Dávid, és nem olyanra, mint Karácsony Gergely. Ha valaki hosszabb ideje néz engem, akkor pontosan tudja, hogy nem vagyok én a Dávidtól sem hanyattesve, rengeteg kritikám van vele kapcsolatban, de még egyszer mondom, ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ő a legkompetensebb ember, akinek reális esélye van arra, hogy főpolgármester legyen ebbe a városba. És az, hogy Szentkirály Alexandra visszalépett az ő javára, igazából őszinte leszek, én örülök, hiszen így tényleg van reális esélye, hogy a Dávid főpolgi legyen. Az, hogy van-e a Dávid részéről háttérben meghúzódó Fidesz szál, és ő erről tudott, és ez le van zsírozva, ebben azért én 100%-ig nem hiszek. De ha ez így van, őszinte leszek, engem akkor sem érdekel. Tehát, hogyha a Dávid a Fidesz jelöltjeként indul élből, én akkor is rászavazok, ha a Dávid a munkáspárt jelöltjeként, akkor is rászavazok, vagy nem tudom, tehát, hogyha a Sith-ek indítják a Star Wars-ból, én akkor is a Dávidra szavazom. Úgyhogy igazából engem abszolút nem rengetett meg, leginkább csak örültem, hogy Alexandra az ország ásványvize visszalépett. Természetesen mindenki elmondhatja itt a komment szekcióban a saját maga kis véleményét. Tudom, hogy vannak, akik ezt nem tudják elfogadni, hogy egy ember, akár egy youtuber beszél a politikáról nyilvánosan, és felvállalja a gondolatiságát, és majd bekommenteli, hogy ez nem egy politikai csatorna, nem kéne itt politizálni. Erre 28-adjára is ugyanaz a válaszom, ez az én csatornám is, fogok politizálni. Amennyiben annyira nem tetszik ez neked, hogy te ezt nem tudod elviselni, ugye a saját magad lelki békéért. Légy szíves ott lent, ahol fel vagy iratkozva rám, na azt ott nyomd meg, és akkor ki is leszel iratkozva, vagy leiratkozol, és nem fognak ezek a tartalmak neked feljönni. Továbbiakban is elmondom, hogy kire szavaztam, és miért pedig azért, hogy lássátok, hogy én tényleg nem ilyen egyoldali ember vagyok, hanem én inkább embereket nézek, és azt nézem, hogy ki mit tett le az asztalra, vagy kiben látom azt, hogy ha egy új ember úgymond az adott történetben, akkor kiben látok potenciált. Így tehát én a EP szavazásnál természetesen a Tisza pártra szavaztam. Még nem tettek le semmit az asztalra, innen még könnyű ugye jókat mondani, hiszen még nem vehetjük őket, vagy nem kérhetjük őket számon semmiért sem, hiszen még nem jutottak sehova se. Viszont nagyon jó lesz, hogyha az EP-be bejutnak, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy a következő két évben hogyan politizálnak ott, hogy az alapján azt tudjam majd a 26-os választáson mondani, hogy ott is tudok mondjuk Magyar Péterre és a Tisza pártra szavazni, és esetleg reális esély, hogy ők váltsák le a jelenlegi regnáló kormányt. Ugye ezen kívül mi budapestiek még két helyen x-elhettünk, vagy x-eltünk. Az egyik ugye itt a önkormányzat, és ugye azon belül is fel van osztva, fel van osztva ugye a térségekre, például nálunk is a lakótelep. Az én térségemben nagyon nehéz dolgom volt, hiszen kettő olyan személy is indult, akit személyesen ismerek, aki itt lakik, aki közülünk van, és tudom, hogy jó emberek, és tényleg szeretnének tenni a lakótelepünknek azon térségéért, illetve az egész lakótelepért.
de a lakótelepünk azon térségéért tudnak igazán tenni, amíg ugye az övék lesz, vagy lett, vagy lehet, inkább így mondjuk. Még azonban mielőtt tovább megyünk a témában, kettő dolog. Egyrészt nagyon-nagyon szépen köszönöm azokat a támogatásokat, amik a lehetséges Litván útra érkeztek. Ugye, aki nem tudná, van egy nézőből lett ismerős, aki Litvániában él még októberig, és nagyon szívesen a szállásomat olyan módon állná, hogy hát nála lakhatnék, mert nagy házban lakik, és tudna egy szobát nekem adni, abban van egy kis ágyikó is, úgyhogy tök király lenne, meg ott a térségben is tudna vinni autóval, hogyha időben ledumáljuk, mert akkor úgy időzíti a szabadságát. Tehát a lényeg az egészben, hogy nyilván a vonatozás egy óriási úti költség, és azt írta valaki, és egyébként nem hülyeség, amit írt, hogy miért nem megyek repülővel, hát az sokkal olcsóbb. Ez több szempontból sem lesz repülős túra. Az egyik, ami csak egy kis részint érinti, és hát tulajdonképpen egy dolog miatt nem lesz repülős túra, de már csak azért sem lesz repülős túra, mert hogy hát igazából a csatornának pont az a lényege és funkciója, hogy vonatozunk, és tök király lenne vonattal átszelni Európa ezen részét. De amiért igazán nem lesz az, hogy én nekem van egy szívbetegségem, amiről már meséltem nagyon-nagyon régen, de nem mintha ez olyan fontos dolog lenne így a ti szempontotokból, és emiatt nagyon-nagyon mély vízbe sem mehetek, valamint nem repülhetek, mert hogy ezt a nyomás különbséget nem bírja ez a lényeg tulajdonképpen. Úgyhogy semmiképpen sem lesz repülős túra, mert hogy nem mehetek repülővel. Ennyi az egészben a történet. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, ez nélkületek nem fog menni, ezt el kell ismerjem, ettől függetlenül senkinek nem kötelessége, feladata, bármennyivel is hozzájárulni. Én köszönöm, akik eddig megtették, ez lent van a leírásban a PayPal, hogyha szeretnéd akármennyivel is ezt támogatni, köszönöm szépen. A másik, amit akartam mondani, hogy Mesterházi Dáviddal készült egy interjúm, így Vitézi Dávid és Andó Gergely után. Tudom, hogy ő nem az egy olyan, vagy nem az, meg olyan, szóval igen. Tudom, hogy ő nem egy olyan név, amire így felkapod a fejedet, hogy őt mindenképpen meg akarom hallgatni, de én viszont ebben a műsorban szeretnék olyan embereket is megszólaltatni, akik szerintem érdekesek, akiket nem hallhattok minden egyes podcastben, mert ugye ez egy tipikus ilyen sztori, hogy minden podcastben tulajdonképpen ugyanazok az arcok mennek folyamatosan el, és nem igazán tudnak már újdonságot mondani, legalábbis én azt gondolom. Nyilván egy Dávidos történetben is, vagyis azt akartam mondani, hogy Dávid is elmegy 28 ezer podcastbe, de ha megnézitek az enyémet, pontosan szándékosan, közben egy bogárka, olyan kérdésekről kérdeztem, amikről más podcastekben nem. Nálam inkább a közlekedés volt az elsődleges, és hát nyilván tudtam is kérdezni a közlekedésben szerintem jó dolgokat, és nem elvárható természetesen egy riportertől, aki csak riporter idézőjelbe, nyilván felkészül egy emberből, de hogy olyan szinten tudjon a közlekedésről Dáviddal kommunikálni, mint mondjuk én vagy sok közlekedésben dolgozó, akiknek meg viszont nincs lehetőségük vele leülni és egy riportot készíteni. Remélem értitek, én ezt szeretném, hogy ebben a sorozatban olyan emberek szólaljanak meg, akik nem sokszor szólalnak meg, pedig érdekes dolgokat tudnak mondani, vagy szakmai dolgokat tudnak mondani. Úgyhogy Mesterházi Dávidot a Discovery Channel első magyar műsorának arcaként apostrofáltam a riportban. Ez így is van, és én annyit kérek tőletek, hogy adjatok neki egy esélyt, mert szerintem jó kis interjú lett, ezt majd itt megtalálhatjátok. Haladjunk a témával, mert nagyon hosszú lesz ez a videó felesleges. Hát a végére, hogy, és amiért igazából ezt a videót megcsinálom, azon kívül, hogy elmondjam a válaszomat arra a kérdésre, hogy akkor most így is, Dávid? És szándékosan megy ez a videó ki délután, nem azért készült ez a videó, hogy itt ilyen kortes beszédet mondjak mondjuk a Dávid, vagy bárki ellen vagy mellett, hiszen javatok része szerintem, mire ez a videó kimegy, már voltatok szavazni, hiszen most, mikor felveszem, még már 2 óra van, tehát mire ez kimegy mondjuk 3 vagy fél 4, ha bárkit ez győz meg, azt nem gondolom, hogy jól teszi, már hogy hagyja magát ilyen módon meggyőzni, hogy az utolsó pillanatokban, hiszen én azt gondolom, hogy azért egy felnőtt, értelmes, normális embernek van egy kialakult véleménye, és nem egy YouTube videós az erdőben sétálgatásával fogja abból a gondolatiságból kizökkenteni, és esetleg még meg is változtatni őt. Tehát én szavaztam a Dávidra, így a listán az LMP-re. Jézusom, LMP-re. Soha nem gondoltam, hogy én valaha fogok még az LMP-re szavazni. Egyetlen egyszer, amikor létrejött a párt, akkor még Schiffer nem
dűlt meg teljesen. Akkor még úgy hittem bennük, aztán így, na mindegy, nem gondoltam volna tényleg. Szavaztam ezen kívül ugye a Tisza pártra az Európai Parlamentbe. Igazából a Dávid után ez volt a lehető legkönnyebb döntésem. És ugye nekünk még budapestieknek két X-et kell tenni, itt az önkormányzati, meg a nagyon-nagyon kis helyi kapcsolatában. És nem fogjátok elhinni, de ott szavaztam egy független jelöltre, valamint szavaztam egy fideszesre. Én csak ezzel akarom nektek bebizonyítani azt, hogy már nem azért szavaztam, hogy bebizonyítsam, hanem inkább csak azt szeretném bebizonyítani, hogy lehet úgy gondolkodni, hogy nem pártok mentén, hanem emberekre szavazunk. És ha nekem a fideszes jelölt volt itt a legkompetensebb személy a lehetőségeimhez képest, akkor rá fogok szavazni. És ha fideszes, fideszes. Én emberre szavazok, nem tudtam volna a többi jelöltre szavazni, hiába esetleg olyan párt van mögötte, amivel mondjuk esetleg jobban szimpatizálok, bár hogy őszinte legyek, jelenleg Magyarországon a Tisza pártnak, ahogy mondtam, könnyű dolga van, mert még nem lehet őket semmiért sem számon kérni, ők az egyetlen, akikkel tudok szimpatizálni, de nem tudnék egy pártba se így konkrétan belépni. Az biztosan nem. Úgyhogy én így döntöttem. Kíváncsi vagyok, hogy ti hogy döntettetek, hogyha felvállaljátok, nem kötelező, írjátok meg a komment szekcióba. Szerintem egy demokratikus országban nincs azzal semmi probléma, hogyha valaki politikáról beszél, beszélgetnek, vitatkoznak, mert veszekedés és vita között óriási a különbség, és azzal sincsen, hogyha felvállaljátok, hogy hova dobáltátok az X-eket. Én nagyon kíváncsi vagyok, tényleg. Tényleg, nyomjuk ezt meg, most próbáljunk egy ilyen komment szekcióra törekedni, hogy minél többen vállaljátok fel, hogyha fel akarjátok, és írjátok meg, hogy hova nyomtátok azt a bizonyos, vagy azokat a bizonyos X-eket. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és természetesen itt a nagy pihenő után, hiszen az előző videóban mondtam, hogy családi pihenésen voltam, én most nem videóztam, de jövő héttől újra érkeznek a közlekedési tartalmak. Sziasztok!